Topolya központjában telel az erdei füles bagoly. Az Arkusz Környezetvédő Egyesület aktivistái egy nyilvános akciót szerveztek a megfigyelésükre. A járókelők teleszkóp segítségével közelebbről is szemügyre vették az ismerős madárfajt, amely éjszakai vadászként nappal a faágak között pihen, beleolvadva a környezetbe. Őszintén semennyire nem ismerem a baglyok életét, itt lakom a közelben, és többször felfigyeltem már, hogy itt tanyáznak a fán, és ez egy kiváló alkalom volt, hogy közelebbről is láthassam őket. Az Arkusz már szervezett hasonló figyelemfelkeltő bagolylest, az érdeklődők a madarak gyűrűzését is megfigyelhették. Sikerült egy bagolyt közelről is meglátni, hogy néz ki a vizsgálás, a gyűrűzés. Nagy élmény volt közelről látni egy ilyen fontos fajt. Az erdei füles bagoly a mezőgazdasági növények termesztésében nagy szerepet tölt be, hiszen táplálékuk szinte teljes egészét a rágcsálók teszik ki. Ezért is fontos, hogy biztosítva legyen a telelőhelyük. A topolyai menedékhelyükön korábban már történt fakivágás. Új fát is telepítettünk a telelőhelyre egy 2 héttel ezelőtt körülbelül, ami azt jelenti, hogy remélhetőleg a jövőben is ez biztosítani fogja majd a baglyok számára a megfelelő mennyiségű fát, ahol majd tudnak ugye telente nappalozni. A topolyai telelőhely idén 130 példánynak ad otthont, amelyek közül vannak helyi és Észak-Európából érkező költőpárok is. Vajdaság területén mintegy 4000, Szerbia területén pedig 10000 költőpár tartanak számon. Az erdei füles bagoly természetvédelmi értéke 200 000 dinár.